még nagyobb felhatalmazásra van szükségünk az emberektől, hogy lépni tudjunk ezekben az ügyekben. De a, de a másik az az egészségügyi része, ami, ami gondolom, hogy az embereket és nyilván a nézőket is érdekelni fogja, hogy Azért nagyon sokan akár kényszerből, vagy akár a média hírek alapján, akár a pánikkeltés alapján teljesen Igen. mindegy, de végül is beoltatták magukat. Mi van velük? Mi van velük? Mi ez az mrna vakcina? Nagyjából tudjuk, hogy egy génbázisú vakcinának nevezik, egy új technológiának nevezik. Te minek tartott Te egy, egy fantasztikus felfedezésnek, ami ami... ami jó az emberiség számára, vagy ez egy kísérleti, valóban kísérleti stádiumnak tekinthető ez a, ez a pár év. Tehát, jó, tehát Te összef... hogyan, hogyan, nézel a... Az igazából nekem az, az, az a, megdöbbentő, hogy uh, ugye a Karikó Katalin, aki itt ezt az mrna technológiának a kifejlesztőjének ugye egy istenként körbeítik itt Magyarországon, stb. De hogyha valaki tényleg tisztelné azt a munkásságot, amit ő letett az asztalra, mégpedig az, hogy egy MRNS olyan szinten megválasz, megválasz, ö, megváltoztatja, hogy enzimrezisztensé válik, akkor, akkor azért kétségek merülnének föl, hogy ez a technológia tényleg annyira ö, minden kétséget kizárólag biztonságos, mint amennyire hájpolták a médiába. Félért és ne essék. Tehát ugye, amit ő letett az asztalra, az egy óriási dolog, pedig azért, mert az MRNS, a normál MRNS, hogyha emberi szervezetbe beadód, az gyakorlatilag egy perc alatt lebomlik. És ugye ez volt a kérdés, és sajnos sokan nem tudták erre a választ, én se, mert olyan gyorsan degradálódik a természetes RNS, hogy sokan nem hittük el, hogy, 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 ez gyakorlatilag nem csak az, hogy órákig, hanem napokig, sőt hetekig is megbarad az emberi szervezetbe. Ha ezt a technológiát mondjuk a rák ellen felhasználjuk, akkor azt mondom, hogy ez egy csodálatos vívmány, mert gyakorlatilag, ha találunk egy olyan rákellenes gént, vagy egy rákellenes fehérjét, ami csak és kizag a rákos sejteket érinti, és ott ez, a, ez a gyakorlatilag napokig le nem bomló erenes, kifejti a hatását, akkor nagyon sok embert meg lehet gyógyítani. De, de neked, amikor immunizálsz, az a lényeg, hogy azzal a szerrel, amivel immunizálsz, főleg, hogyha egy idegen vírusfehérjét termeltesz az emberi szervezetbe, az a jó, hogy minél hamarabb lebomboljon az a szer. Mert neked az a lényeg, hogy csak és kizárólag a beadás helyén fejeződjön ki a idegen vírusfehérje. És ugye itt kezdődik, hogy miért nem jó, ha egy idegen vírus fehére ki? Azért, mert az immun válasznak a része az, hogy a idegen vírus fehérét termelő emberi sejt ellen megindul egy, 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 immun folyamat, egy gyulladásos folyamat. Tehát ez is olyan dolog, hogy elharapták a fej, felét a dolgoknak. Mert nem csak, hogy ellenanyag termelődik az idegen vírus fehérje ellen, de a szervezet mindent megtesz az ellen, azért, hogy az idegen vírusfehérét termelő sejtet eliminálja, mert az egy nem egy normális állapot az emberi szervezetbe, hogy egy emberi sejt idegen vírusfehérét termel. Mert az immunrendszer az, az nagyon egyértelműen viselkedik. Idegen a vírusfehérje, idegen vírusfehérjét lát az emberi ö, sejtben, vagy a sejt felszínén, és ő azt látja, hogy ez az idegen vírusfehérje ö, vírusfertőzésre utal, és a vírust pedig a szervezet úgy eliminálja, hogy a gazda sejtel együtt eliminálja. Tehát nem képes csak a vírus szelektíve kilőni, hanem a, a vírus szaporodását okozó gazda sejtel együtt eliminálja. És ugye ezek nem voltak igazából tisztázva, hogy hol, ö, hova jut az MRNS, és ö, milyen belső ö, egyáltalán, hogy hova jut be, mert ugye én is mikor először hallottam, azt mondtam, hogy hű, hát ez egy csodálatos dolog, hogy beoltják a, a vállizomba, ott ez gyakorlatilag se perc alatt tényleg lebomlik, kifejeződik valamennyi kis erenes, és akkor ott lesz egy immunizálás. Igen, ám csak amikor az ember megnézi az a Európai Gyógyszerügynökség jelentését, akkor, akkor leesik a székről, mert azt látja, hogy a preklinikai vizsgálatokban már kimutatták, hogy hogy a, a, májba 18 százalék, a lébe körülbelül 1 százalék, a mellékvesekérekbe 0,1 és a ováriumba is 0,1 százalék lipid nanorészecske juthat be. Na már most, hogyha ezekben van olyan emerenes ami ott tüskefehérjét termeltet, azért nem hiszem, hogy az emberi máj, ovárium mellékvese azok a megfelelő helyei annak, hogy egy léguti vírus idegen vírusfehérjét ezeken a helyeken termeltessük. És gyakorlatilag, szóval ez azért ugye az emberbe fölvet olyan kérdéseket, hogy tényleg ez a megfelelő módja annak, hogy egy felső légutakba szaporodó vírus ellen immunizáljunk. A Laikus is tudja, hogy egy tüskefehérje termeltetésről van szó mennyi tüskefehérje termelődik. Tehát, azt, azt, nem, a, tehát a, a tüskefehérje, tehát ez az, amit az emberek nem értenek. Tehát, hogy ugye itt a, ezekben a dózisokban, tehát a, a, a vakcinákban óriási mennyiségű ö, például most akkor beszélünk a lipid, az mrna vakcinákról, tehát itt 10 milliárdos nagyságrendű. Azt hiszem, hogy a, hogy a, a, a BioNTech-Pfizer vakcinában 13,6 milliárd lipid részecske van, ami ugye mindegyikben több mrna tehát körülbelül ezernyi mrna van benne, módosított mrna -s a modernában 40 milliárd fölötti részecske szám van, és hogyha ezeket ugye megszorozzuk azokkal a számokkal, amit kapunk, hogy mi hova juthatott el a patkányba, akkor azért azok óriási számok. Tehát itt nem egy-két részecskéről beszélünk, hanem gyakorlatilag milliós nagyságrendben jutottak el különböző szövetekbe uh, lipid nanorészecskék, amik tüskefehérjét termeltetnek. A tüskefehérje termeltetés pedig nem emberi nagyságrendekben, tehát itt, 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 itt 100 milliárdos vagy trilliós nagyságrend történik a termelés. És jogos az a félelme az embereknek, amit sok, sok helyen hallok, hogy, hogy hát ugye az ott marad, és, és, mi lesz vele. Lehet arról beszélni, hogy, hogy hosszú távú mellékhatásokat okozhat? Én, én jobban félek attól, a, é, tehát, é, ugye az, az, a, tehát hogyha ez valóban túl megy túlmegy a beadás helyén, és megindul a belső szervekben ö, tüskefehére termelés, Szerintem sokkal rosszabb az az immunválasz, ami a belső szervek sejtjei ellen irányul. Tehát itt ugye a és kijött egy tanulmány, ugye, ugye a, 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 szívizomgyulladást, azt ugye ez egy, hát most már sajnos ezt kell mondani, hogy közismert dolog, hogy bizonyos ritka esetekben, de előfordul, és ugye azt gondolták, hogy itt a lipid nanorészecske felelős, ami igazából nem igazán értem, hogy miért gondolták azt, mert a lipid, tehát abba tényleg mindenki igazat mondok, hogy ezek természetes anyagok. Tehát a lipid nanorészecske önmagában jó, hát egy zsír, stb. Jó, van, aki rá esetleg allergiás, de az, az önmagában szerintem nem egy olyan komoly dolog, hogy az önmagában tudna a szívizomgyulladást irány, ö, ö, indukálni, és ami ebből a tanulmányból kiderült, hogy gyakorlatilag citotoxikus linfociták jelentek meg azoknál az embereknél, akik szívizomgyulladást kaptak az oltás után, és a citotoxikus linfocita pedig azért megy oda, mert idegen vírusfehérjét rát az adott szövetben. Szóval bejön az a dolog, amit először mondtam, hogy gyakorlatilag az immunrendszer az nem úgy gondolkodik, hogy most ez egy vakcina által indukált vírusfehére termelés, vagy ez egy természetes fertőzésnek a hozadéka. Gyakorlatilag ő az idegenségét, nézi meg, és gyakorlatilag beindul a gyulladás a szívizom ellen. Ez, nem egy túl jó hír egyébként, ami, és ez még egyszer, tehát ez egy, ez egy nagy nemű tudományos labba leközölt hír, és ez nem olyan, ami, amit az ember úgy le, hogy jó, hát valami, valakik így próbáltak egy nagyot durantani, hanem gyakorlatilag ez egy tényleg, ez egy olyan hír, ami, ami, ami azért aggodalomra ad